Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit. Nyíregyházán vagyunk, van a vasútállomáson szemben, és itt van a Kisvasútnak az átkapó fele vezető vágánya, és ismét vonalbejárás lesz, mégpedig az egykori nyíregyházi villamosnak a nyomvonalát fogom bejárni, ami egyben a Kisvasútnak is a régi nyomvonala. A Sóstó gyógyfürdőig, a város belterületén ment egykor a Kisvasút 1969-ig, 1969-ben számolták fel. Egész pontosan augusztus 1-én indult meg a forgalom. Az új nyomvonalon a villamos közlekedés pedig 1969. március 31-én állt le. És ott megy éppen egy busz. Na most nem látszik ottől a fától, de megpróbál még valameddig elgurulni itt az átrakó mellett is. Szóval a Sóstó gyógyfürdői terve van a Kisvasút újraindítása, és már a felmérést is elvégezték, ez látszik a nyomvonalon. De az átrakó az úgy tudom, hogy akkor se fog üzemelni, vagy legalábbis nem ekkora terjedelemben, mint most. Ezt nézzétek, és egyébként pont megy ki egy vonat. És itt van az ötös szerv. Valószínűleg nem ide dudált. Nem baj, én integettem neki. És errefele megy tovább a Kisvasúti vágány. Hát ameddig lehet követem. Látjátok, eddig lehetett eljönni, ez már a telep. Pont kerítésen keresztül azért be tudok nektek lesni, hogy mi a helyzet arrafele. Néhány a Kisvasúti kocsi, plusz ott van egy munkagép is, egy tehervágánygépkocsi, ha jól látom. És itt vannak a régi vasúti kocsik, hát amit nem vittek el másik Kisvasútra, az itt rohadt szabad tér alatt, úgy látom, a mozdonyokat szerencsére elvitték, azokat legalább dolgoztatják máshol. Ugye innen Balatonfenyveste meg Felcsútra kerültek, kocsik és mozdonyok is, úgy tudom. Vagy a mozdonyokból biztos, hogy ment erre a két helyre. Aztán lehet, hogy Balatonfenyveste kocsi nem ment mégse, és ott van még egy TVG jármű. Itt pedig egy oszlopcsonk. Nem tudom, minek volt rosszabb, lehet, hogy még a villamosnak egykor felsőtlétartó lehetett. De errefele látszik, ott vagyunk az állomás felett, és hoppá, ott jön valami. Erre. Ja, az első vágányon talapnak egy bobóval, nem ide jön. Ezt nézzétek, itt volt a régi végállomás. És itt még a villamos meg a Kisvasút együtt ment. Errefele van az állomás. Hát itt van a bicikli út, itt a Petőfi utca mellett, viszont a térkép szerint itt ment szélen egyébként. Ott a járda helyén, az egykori villamos, itt már a régi nyomvonalon vagyok, az új nyomvonal az valahol ott van, de itt a vasútállomás előtt volt a korrekció akkoriban, hogy a városból kivezetve be kanyarították a 100-as vonal mellé, és egészen a felüljáróig úgy ment Sóstófürdő fele párhuzamosan. Viszont itt majd a régi nyomvonal az meg majd a Széchenyi utca fele fog elkanyarodni. De mondom, nem itt ment a térkép szerint, hanem ott, itt a közút mellett. De átmegyek mindjárt oda, megpróbálom ott követni. És ezt nézzétek. És van egy ugyanilyen oszlop a túloldalt. Tehát, és ott mellette, ott egyen arrébb is van egy, tehát szerintem ezek felsővezetéltartó oszlopok voltak, és ez még a villamoshoz tartozott. Még a másik oldalon nem tudom miért van, mert egyébként a vonal egyvágányú volt, tehát villamosítás után is egyvágányú maradt végig. Csak kitérők voltak rajta, de pont ezen a részen nem volt. De viszont akár még eredeti felsővezetéktartó oszlop is lehet, mert itt, ahol most állok, itt egyenesen ment egykor a Kisvasút, illetve villamos. És bizony itt van a felsővezetéktartó oszlop. És a túloldalt is látok még, vagy hármat. Hát nem tudom pontosan, majd fentről pontul meg fogom nézni, hogy hátra találok róla valamit. Igen, elnézek a térképre, szerintem arra fele kell nekem tovább menni, mert a Széchenyi utcán ment a Kisvasút, és na, majd mindjárt megnézem, hogy ez-e az, de ezt az Ikarus, ezt muszáj voltam felvenni. Egyre kevesebb van már vidéken is, úgyhogy most nem mondt jó, hogy belebotlottam. És egyébként igen, helytálló volt, amit az előbb mondtam, hogy térkép szerint itt jött a Kisvasút, és itt ível fordult be, és nagyjából itt a járda vonalánál ment tovább egyenesen, tehát én is erre fogok menni. Látjátok, hogy... Aha, és pont zöldet kaptunk, úgyhogy mehetünk is. Beszélő és vinnyogó lámpa. És
Elment a bicikliút is, úgy látom, tehát most ilyen villamosportló biciklő leszek. És bizony itt vagyunk a Szabolcs utca után. És itt, ahol a busz megálló volt, nagyjából ezen a részen, itt volt az első megállója a városon belül a villamosnak. És itt bizony volt egy kitérő is. Egészen a Besenyei utca a következő kereszteződésig nem eltartott, tehát ez igazából egy kétvágányos állomása volt a villamosnak. És hát jobban megnézve a megállókat, amit a Wikipédián írtak, szerintem ez inkább a Széchenyi utca lesz. Mert oda írja, hogy mai Szabolcs utcai megálló, viszont akkor a Lehet utca gőzfürdő, az nem tudom hol lehetett, mert más megállót, meg a térkép nem jelöl. De szerintem akkor ez mégis inkább megy a tényleg Szabolcs utca, és az a busz megálló neve is, tehát szerintem akkor Széchenyi utca megállója volt a villamosnak, de az viszont igaz, hogy kétvágányú volt. És akkor most játszunk közét villamospótlást. És egyébként nagyjából a következő útkereszteződésig tartott a kitérő vágány. És egyébként volt itt valódi tramtrénüzem is, egyébként, mert előfordult, láttam olyan képet, hogy C50-esekből is néhány ilyen négytengelyes kocsiból álló szerelvény villamospótolt, és úgy is volt kiírva rá, hogy villamospótlójárat. Tehát ténylegesen is pótoltak kisvasúti kocsik villamost, ha épp arra volt szükség. Viszont innen már a felsőleti tartószlopok is eltűntek. Hát most mióta befordultam ide, nem láttam egyet se. És itt vagyunk az Országzászló téren. És itt fordult el maga a villamos. És itt volt is egy Nyírvízpalota nevű megállója. Valahol nagyjából itt, ahol most vagyok. Hát... És itt ment tovább egyenesen. Valószínűleg azóta jobban beépült a környék, de ott amellett a ház mellett mehetett valahol. Vagy ott a háznak a nyomvonalába. És nézzétek meg ezt az épületet, ott van valami madár a tetején. Vagyunk errefele. Amikor lesz még egy olyan szakasz, ahol nem lehet követni, mert ott az egykori vonal az a mostani vadaspark területén belül megy. Voltam már ott egyébként tavaly, de most nem fogok csak azért bemenni, hogy végig tudjam a nyomvonalat járni. Úgyhogy ott meg szintén ki fogom kerülni, de errefele kell tovább menni. És itt vagyunk a Nyíregyházán főtén. Valahol itt is volt egyébként egy megálló, de azt a térkép nem jelöli. És itt arrafele van a Hősök tere, ahol van egy kiállított villamoskocsi is, mert ezt is meg fogjuk nézni. Valahol itt ment, itt már átjött erre az oldalra a sín, és így ott kanyarodott el a Hősök tere fele. Onnan fentről fordul, esetleg érdemes lett volna szétnézni, hogyha nem tegnap este döntöm el, hogy ide jövök. Ne kanyjunk tovább. Meg ahogy elnéztem, nem jelöli az összes megállót a térkép se, úgyhogy már nehezen tudom nyomon követni, hogy melyik hol volt. Csak az egyértelműeket fogom most már mondani. És arról jöttünk szintén, tehát itt jött valahol a kis vasút, és itt van egy villamoskocsi kiállítva. Ez annól közlekedett is a villamosvonalon. Hát úgy látom, bemenni meg még mindig nem lehet. Néhány évvel ezelőtt jártam itt, akkor kim volt egy papír rajta egy telefonszámmal, hogy előzetes bejelentkezés alapján lehetőség van megnézni belülről is. Hát, aha, igen, ott van. Most már csak egy e-mail cím van kint, de meg lehetne nézni, de hát most ugye nem úgy készültem, úgyhogy ez megint csak későbbre marad. És az is ki van ráírva, hogy riasztórendszerrel ellátva, és Besenyei téren. A Besenyei téren volt egy úgynevezett kis állomás a villamosoknak. Egy részének ott volt a végállomása. És akkor itt van egy kis leírás a nyíregyházi villamosról. Egyébként akkor javítom is gyorsan, hogy nem március, hanem május 31-én közlekedett utoljára a villamos. Szerintem a bevezető videóban március mondtam, hogyha jól emlékszem, de helyes dátum az május 31. És bizony itt van egy-két kép is a egykori villamosról. Ezt nézzétek, itt átment egyébként a villamos itt a túloldalra, és ugye én úgy láttam, akkor arrafele ment tovább, viszont ott a házak helyén
legalábbis a térkép úgy jelöli. És egyébként erről jöttünk ugye a Hősök terétől, tehát itt jött átlósan tovább, és így, na szóval itt jött tovább átlósan, és itt így ment át a túloldalra. Itt vagyunk a Kossuth Lajos utca, Dob utca sarkán, és itt is volt egy megálló valószínűleg, mert na, közben elment egy helyjel. Egyébként pont a villamospótló, hogy a 7-es meg a 8-as vette át a villamos szerepét, úgyhogy ez pont egy villamospótló volt. És volt egy ilyen megállója az egykori villamosnak, hogy Dob utca sarok, tehát az valószínűleg itt volt. De hát mondom, hogy nem veszem már készpénzek, amit a térképben látok. Minden van az, hogy Kossuth utca meg Sóstói út, de már csak egyenesen kell menni. Mert hogy megállók hol voltak, azt így nem tudom megmondani, és ráadásul az egykori nyomvonal nem is itt ment az út mellett, hanem itt a házaknak, részben a házak nyomvonalán, legalábbis ha lehet hinni a térképnek. Tehát akkor még ez a környék nem volt ennyire beépítve, mint most. És itt vagyunk, most már a Kossuth utca végén, ez már a Sóstói út, és hát bizony, itt jött. Valahol, legalábbis a nyomvonal ez, de gondolom, hogy szerintem az épületekhez közelebb ment a vonal. De hát innen gyakorlatilag már csak egyenesen kell menni. Sóstól félig, aztán majd ott a Vadasfal környékén kell kerülni egy nagyot. Na itt vagyunk közben a Sóstói úti kórház környékén, illetve most a Sóstói úti telephelynél, és bizony itt is volt egy kitérő vágány. Annó, mert volt egy megálló, és egy két vágányos volt szintén, és itt pedig néhány helyi járatnak a végállomása van. Így látom. Igen, mert vannak olyan aljáratok a 8-ason is, meg a 7-esen is, ami nem megy végig, csak eddig. Egyszer sikerült is megszívnunk egy ilyenre, szálltunk fel. Aztán itt Sóstó előtt lerakott minket ez a végállomás. Gázüzemű mambusz. Nézzétek, ott van a felüljárója a kisvasútnak. Egykor a villamos is ott ment, itt már a kisvasút nyomvonalán ment, csak Sóstófürdő előtt ért el tőle megint. Átmegy itt a közúti hídon, majd megmutatom. Ha látjátok, itt ennyi a közös, hát ez már nem is bicikli út, ez járda csak. Tehát lehet egy biciklivel haladni. Majd ezen az oldalt lesz az állatkert. Közben itt vagyunk a Vadasfalk előtt. Itt megy a névre egy kis vasút, ott a háttérben látszik, az már Sóstófürdő állomás bejárati jelzője. De nyilván valahol ott megy bent egyiket a régi nyomvonal a Vadasfal területén. Oda viszont nem lehet bemenni. De be elmegyek oda a Sóstó gyógyfürdő állomásra, mentetem a régi végállomást. A kiállított gőzös, azt már tavaly megmutattam nektek, ami a Sóstófürdői állomáson van. Szóval a helyzet már nagyjából itt jöhetett egykor a villamos, és így csatlakozott be a Sóstó gyógyfürdő állomás, amiket ott van szemben, aztán megmutattam a múltkor, amikor bejártuk a vonalat. Eddig, és valahol itt jöhetett, és a kiállított gőzös szintén ott van. A villamos végállomása viszont itt volt szemben, ezt megmutatom nektek. Ez volt, ez az épület volt az egykori villamos végállomás, sőt indult innen ki egy másik járat. Azt már mindjárt megmutatom, hogy merre fele, de be fogom azt is járni. És egyébként étel, aztán úgy is hívják, hogy 424-es étterem. Egyébként nagyon finom kaja van itt, egyszer ettem már itt. Mindenkinek csak ajánlani tudom. És akkor innen az egykori végállomás előtt indult még egy vonal szőlőtelepre. Errefele jött. És ott a következő, azt hiszem Berenáken, a jól emlékszem Berenák utcán fordult le jobbra. És majdnem elment a nagyvasúti és Sóstó hegyi megállóhelyig. Ezt fogom most bejárni, ez egy olyan körülbelül 2,5 km hosszú vonal volt. Aztán villamosítva nem volt, bár ennek még utána kell nézzek. És a nyomvonalat mindesetre bejárom. Így van. Sanszos egyébként, hogy itt ment a vonal, ahol a bicikli út. Fordulunk a Verenát utcára. Viszont már nem teljesen a utca mellett ment, hanem egy kicsit beljebb. Viszont valahol errefele ment szőlőtelep felé. Követjük, amennyire lehet. És valahol itt jött egyébként, egy 90 fokos, majdnem 90 fokos ívvel térkép szerint a vonal, és itt valahol a beépített területeken, viszont ott van kicsivel arrébb a Napfény utca, ott fel tudok menni, és utána az Erdőalja utcán ment tovább, onnan meg már követhető. És közben itt vagyunk a nyomvonalon, Erdőalja utca, majd az Állomás utcánál fordult egy nagyobb ível jobbra, követem amennyire lehet, nem pont itt egyébként az utcán ment, hanem valahol a szélén szerintem itt is, ez még szinte sem ennyire nem volt ez a környék, akkor beépítve.
ez ma az állomás utca, és hát nem pont itt, ahol a közút jön, hanem egy picivel arrébb, és így szögletesebben fordult ide rá. De egyébként itt ment tovább egészen a Csinka Kálmán utcáig, ahol elfordult jobbra, és ott volt egy kétvágányos végállomása. Úgyhogy most elmegyek addig, és megnézem, mi marad belőle. Hát már gondolom, hogy semmi. De a nyomvonalat legalább bejárom. És látja, ezek, és itt volt az egykori vonalnak a végállomása. Pont itt a Maszkó utcánál volt a kitérő vágánynak a vége, és valahol itt lehetett a csonka, és ott kezdődött a templomnál. Úgyhogy egy jó helyen vagyunk. Tehát valahol az utca közepén, és valahol itt lehetett, ahol most az út van meg, vagy az út meg a parkoló között lehetett a két vágány. Arra meg valami buli van valahol. Na itt az idősek otthon a helyén volt egykor a végállomás. Legalábbis a leszállóhely az itt volt, a Maszkó utcai, csak a kihúzó ment el, meg a, ugye a másik vágány, a kitérő körbe tudtak járni a szerelvények. És hát akkor gyakorlatilag itt ezzel ez a vonalbejárós túl a véget is ért. Sikerült bejárni a nyíregyházi villamos nyomvonalát, a kisvasút régi nyomvonalát, plusz itt a szőlőtelki másik vonalat is. Más meg a környéken nem volt. De most mindjárt megnézem meg, itt elvileg közel van a nagyvasúti állomás is. Sóstófürdőnél, azt én megnézem, mikor jön vonat, hogyha emberi időmben belül érkezik egy, akkor visszamegyek az nyíregyházára, ha nem, akkor meg visszabiciklizek. Akkor próbálok úgy fordulni, hogy ne a nappal szembe legyek, mondjuk nagyjából így, és akkor köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, akkor majd találkozom a következő videóban. Sziasztok!